Soltész államtitkár úrnak szeretnék válaszolni a felvetésén. Én azt gondolom, hogy nagy részleteiben nem szeretnék belemenni ebbe, hogyha ezt bárki nézi a tévében, amiket ön mondott, saját magát minősített. Tehát ezek a számok, ezek tények. Nem én ferdítem el ezeket, hanem ön állítja azokról, hogy azok növekményt jelentenek. Elmondtam, hogy hol ismerjük el, hogy növekmény. De államtitkár úr, gondoljon bele, hogyha a klikre ráfordítanak 125 milliárd forintot 2017-be, plusz növekményt, ez a növekmény. De 2016-ban már látták, hogy nem elég, tehát és hozzá kellett adni 91 milliárd forintot, 115 és 91 milliárd között. Nagyon könnyű kiszámolni, hogy a valós növekmény, még csak május van, államtitkár úr. Tehát már most májusig 91 milliárddal kellett kisegíteni a klikket. Ezt a kettőt nyugodtan ki lehet vonni egymásból, és azt mondjuk, hogy 14 milliárd, és még csak május van. Ki tudja, hogy év végéig, december 31-ig, még mennyivel kell? Lehet, hogy többen, mint 14. Hogyha többen, mint 14, akkor nem, hogy többet adnak az állami fenntartói feladatokra, hanem kevesebbet, államtitkár úr. Ez aritmetika, semmi más. Egyszerűen ezeknek a számoknak semmiféle bonyolultság nincs ebben. Nem tudom, hogy ezt miért nem látja be. Arról, amit mondott a köznevelési kerekasztalról, hát nem alternatív szervezeteket, saját maguk, önök csináltak belőle bohócot. Gondoljon csak bele, államtitkár úr. Látom, közben jót beszélget. Hogyha államtitkár úr megnézni azt, hogy ez a köznevelési kerekasztal, ez két hetente ülésezik. Két hetente ülésezik, és nem az ülés után jelentik be az ott történteket, hanem egy ülés előtt. Hát mennyire lehető az komolyan, hogy az ott született döntéseket mondják el? Semmennyire se. Megkerülték ezt a szervezetet, megpróbálták eljátszani azt, hogy ezt közösen hozták, ezt a döntést, de ezt mindenki láthatja, hogy ez nem igaz.